Közös konferenciát szervezett az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány és a Euroadvance Kft. Szerda délután, ahol kihirdették az alapítvány online környezetvédelmi vetélkedőjének és rajzpályázatának győzteseit. A résztvevők pedig megismerkedhettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye klímastratégiájával is. Az IMF Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés közös projektje múlt évben befejeződött. A másfél éves program eredménye a megyei klímastratégia összeállítása. Jól sikerült az anyag, a Nyíregyházi Egyetem fő kutatóival, professzorival sikerült ezt összeállítanunk, és viszi tovább, tehát az alapítványunk ennek az üzenetét viszi tovább. A legfontosabb kihívások a következőek. Ugye ma is látjuk, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiának az alkalmazása a megyénkben alacsony szinten van. Jönnek azok az intézkedések, főleg állami szektorban levő cégek, önkormányzatok esetében, ahol van napelemnek, napkollektornak a kialakítása, hőszigetelés, de a lakosság szempontjából több tízezer családi ház az, amely még felújításra szorul, magyarul energiapazarló. Ez az egyik oldal. A másik oldal a főegyeinknek a tönkretétele, elsavanyosodása, nagyon sok műtrágyát használunk. Ezeket a műtrágyákat érdemes lenne mással pótolnunk, érdemes lenne a különböző szintetikus vegyszereket más, például gyógynövény alapú szerekkel helyettesíteni. Szóhóczky Gábor felhívta továbbá a figyelmet az erdők védelmére, a biodiverzitás növelésére, valamint kiemelte az öntözés ésszerűbbé tételét egy nagy vízügyi terv kidolgozásával. Szerinte a megyénken átfutó vizek egy részét vissza lehetne tartani az aszályos időszakok öntözési problémáinak megoldására. A klímaváltozás elleni küzdelem a Kárpát-medencében című pályázat konferenciáján nem csak a megye klímastratégiájának legfontosabb kihívásairól és az ökológiai gazdálkodásról, hanem a környezetvédelem fenntarthatóságáról is tartottak előadásokat. Amikor fenntartható fejlődésről, vagy újabban röviden csak fenntarthatóságról beszélünk, akkor meg kell értenünk, hogy az arról szól, hogy nekünk ma felnőtteknek úgy kell élni, hogy ne vegyük el a gyerekeinknek a jövőjét, hogy nekik is jusson tiszta víz, tiszta levegő, és sorolhatnám tovább. Na most miért a felnőtteknek kell elsősorban szemléletet váltani? Mert hogy mi tartjuk a kezünkben most a világot. Mi tanítunk, mi vezetjük a cégeket, mi hozunk törvényeket, és a többi, és a többi. A fiatalok sajnos nincsenek abban a helyzetben. De majd fogom nekik mondani, hogy legyenek szívesek, hozzanak bennünket ebbe a helyzetbe, mert úgy néz ki, hogy magunktól nem nagyon akarunk váltani. A rendezvényen elhangzott továbbá, hogy a megyei klímastratégia részeként szerepel egy olyan tanácsadói iroda létrehozása is, ahol a lakosság felvilágosítást kaphatna hatékony környezetvédelmi módszerekről. A programsorozatot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.